tetszett az egész mérkőzés, az eredményen kívül maga a hozzáállás is, és elégedett vagyok a játékosoknak a teljesítményével. Jó volt a mai mérkőzés célja, természetesen a továbbításon kívül sok fiatal lehetőséget kaptunk fel, akik nem tudtunk szót. Így van, azok, akik kevesebbet játszottak, nem csak fiatalok, hanem kevesebbet játszottak a mérkőzésen. Örülök neki, hogy a csapat maximálisan oda tette magát, és a hozzáállásán nem lett probléma. Tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés lesz, ugye ezek az első fordulók, ezek mindig ilyenek. De nagyszerűen játszott a csapat, és a példás hozzáállás miatt úgy érzem, hogy helyenként jó játékkal sikerül győznünk, nekem pedig úgy néz ki, hogy megvan az osztályom. Mikor rúgtál utoljára 3 gól? Hát ha jól emlékszem, 7 meccsen ugyanúgy a Magyar Kupa első fordulóban rúgtam 3 gólt. Talán még a Tatabánya játékosaként, azon kívül csak dupláznom sikerült, akár MB2-ben, akár más osztályban 3 gólt most, és akkor sikerült. Milyen volt szerinted az ellenfél? Nagyon szimpatikusak voltak, végig korrektek, és semmilyen atrocitás vagy keményebb belemenés nem történt, végig sportszerűek voltak. Nagyon jól éreztem magam, hát örültem, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy az első 11-ben játszassak, meg ki is használtam szerintem ezt a lehetőséget is. Aztán jól játszottam, hát így igazából így a ritmust fel kell venni a felnőttbe, szerintem az idővel meg. Milyen volt a mérkőzés? Belülről éreztem, hogy dominálhatom a játékot végig. Helyzeteink voltak kisebb hibák, de azok szerintem javítottak. 17 évesen debütáltál a felnőtt csapatunkban, Magyar Kupa mérkőzésen csereként szálltál be, gólt is sikerült szerezni. Mesélj kicsit a mérkőzésről, hogy érezted magad a pályán. Jól éreztem magam. Az első fél egy kicsit kiegyenlített volt, mint a második, ott már elfáradtak. És egy érint.